Áldás békesség. Istenek igéjét folytatom Lukács evangéliumának a 22. részéből, a 24. verstől a 30. versig a következőképpen, így szól hozzánk Istennek írott igéje. Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én országomban, és királyi székekben ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Kicsinynek lenni és szolgálni a legnagyobb dolog, és a legnemesebb küldetés. Ki az első? Hallva ezt az igét Lukács evangéliumából, megelemelik előttünk a kép, amint olvassuk János evangéliumában, hogy Jézus felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, egy kendőt kötött magára, vizet öntött a mosdótálba, elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni magára kötött kendővel. Miközben a tanítványok között Jézus korábbi szavai az árulás tényéről és az áruló személyéről zavarodottságot keltenek, addig Jézus szolgál. Arról kezdenek el vitatkozni, hogy ki számít legnagyobbnak közöttük. Magukkal vannak elfoglalva. Még mindig nem tudták elrendezni, nem tudták nyugvópontra tenni maguk között azt a kérdést, ami már korábban is felütötte a fejét, és vita téma volt közöttük. Mert amikor Jézus másodszor szólt a szenvedéséről, éppen így reagáltak. Vitáztak erről. Csak hogy amíg ott inkább kételyként fogalmazódik meg, itt már akaratoskodás, maguk igazának a keresése a főcsapás. Érvelésük mögött emberi gondolatok húzódnak meg. Jézus tanítása alapján érthető, hogy a vita során nem földi rangról van szó, hanem az Isten országában elérhető nagyságról. Jézus hűséges szolgálata közben fenyegeti őket az a veszély, hogy magukat másoknál nagyobbnak tartsák. Míg mindig az asztalnál ülnek, Jézus a vacsora részeként a közösség egészének, az előbbi szavainak megerősítéseképpen mondja, aki legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Cselekedjetek úgy, ahogyan én. Példát adok nektek. A legfiatalabbak kötelessége, a legalantasabb szolgálat elvégzése, a rabszolga kötelessége ugyanaz. Én vagyok közöttetek a szolgáló, a diakónus, mondja Jézus. Kicsinynek lenni és szolgálni a legnagyobb dolog és a legnemesebb küldetés. Jézus egész élete és halála szolgálat. Lehajolt a legelesettebbekhez, közel ment a kirekesztettekhez, vállalta a kereszthalált. Szolgai formát vett fel, megalázta magát, mégpedig a kereszthalálig. Ennek a beteljesedése ez a nap. Mondja és láttatja a tanítványaival. Az úrvacsorai közösségben meg kell éreznünk, hogy hozzánk is így hajolt le Jézus. Bűnné lett érettünk. Szolgálata által nyerünk bűnbocsánatot és örök életet. Most élő és szolgáló tanítványait épp úgy fenyegeti az a veszély, hogy magunkat éppen a szolgálatban, a küldetésben nagyobbnak tartsuk másoknál. Nem cselekedhetünk másképpen, mint ahogyan Jézus elénk élte. Az ő indulatával, az ő lelkületével szolgáljunk ott, ahová Isten küld bennünket. Ne válogassunk a feladatok között, hanem érezzük, hogy Isten szeretetének a jele, hogyha olyan feladattal bíz meg, ahol a maga ereje, az emberi adottságom kevés, és csak is őre számíthatok. Böjt idején egyértelmű Isten kérése van Istennek. Úgy leszel nagy, ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény, tanít bennünket Ézsaiás próféta. Úgy leszel nagy, ha beállsz abba a rendbe, ami az Isten országának a rendje. Keressük ezt ma is, el van készítve számunkra.
Amen. A 90. Zsoltár szavaival imádkozzunk. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át rossz megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságot fiaikon. Legyen velünk az Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen.